A Zenei Intézet standjánál élő zenével csalogatták az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetem nyílt napján, de a többi tudományterület is képviselte magát. Az egyetem zsúfolásig megtelt Kodály termében a nyíregyházi kötődésű Tortuga zenekar szórakoztatta a közönséget. 12 akadémia intézetünk jelent itt meg standokkal, tehát tőlük közvetlenül tudnak az érdeklődők információt kapni, illetve hogyha igény van rá, akkor be tudjuk nekik mutatni az intézeteket, a laborokat, a termeket, illetve hogy is zajlik mondjuk a szakmai munka egy hallgató számára az intézményben. János István rektor helyettes beszédében kiemelte, az egyetemi évek nem csak a tudományos ismeretek megszerzésére adnak lehetőséget, de a jövő szempontjából meghatározó szakmai és emberi kapcsolatok kialakítására is alkalmas lehet. János István úgy fogalmazott, a Nyíregyházi Egyetem egyik versenyelőnye a nagy egyetemekhez képest, hogy itt az oktatók és a diákok között szorosabb és közvetlenebb viszony tud kialakulni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, és amelyek létrejönnek hallgatók és oktatók kollégák között. Ebben egyedülálló az egyetemünk, más nagyobb intézményekre ez nem jellemző. Tehát nem egy tucat vagy a sok közül, nem egy darab vagy így a tömegben, vagy csepp a tengerben, hanem mi igyekszünk minden hallgatóra személyesen figyelni. A személyes gondjaikat meghallgatjuk, igyekszünk a problémáikat orvosolni, amennyire lehet. És szeretnénk, hogy azt érezzék, hogy itt tényleg otthon vannak, ide hazajönnek tulajdonképpen. Az, hogy szakmai munkát kell teljesíteniük, nyilván az kötelesség, ugye a tanulmányok során, de ezen kívül számos olyan programban vehetnek részt, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy tényleg egy olyan 3-4-5 évet töltsenek el, amik maradandó élményt nyújtanak majd számukra, és ehhez mindent megkívánunk adni. Tehát speciálisan kívánunk figyelni minden hallgatóra. Az egyetem csaknem valamennyi közösségi platformon jelen van, és hamarosan az új felvételi követelményekről szóló információk is elérhetők lesznek, tette hozzá a rektorhelyettes, aki szerint bárki közvetlenül is keresheti a számára érdekes intézetet. Ha valaki érdeklődik valamely terület iránt, akkor nyugodtan felkeresheti akár az adott intézet kollégáit közül bárkit, és ő erről tájékoztatást tud adni, hogy éppen felvételi előkészítő azon a szakon indul-e. Nem is biztos, hogy szükség van rá, de a belépési feltételekről tudnak tájékoztatást nyújtani a kollégák első kézből, és szerintem senkit nem fognak elküldeni információ nélkül, és mindenkit szeretettel várnak. A felvételiket érintő legfontosabb változás, hogy 2023-tól a Nyíregyházi Egyetemre való jelentkezéshez nem kötelező emelt szintű érettségi vizsgát tenni, valamint megszűnnek a szakok minimum pontszámai. A többletpontszámítással kapcsolatban bővebb információk az egyetem honlapján érhetők el.